Koleszár Balázs 2006-ban motorbalesetben vesztette el a karját, de versenyezni akart, ezért kifejlesztett egy egyedi technikai megoldásokkal bíró karprotézist, amellyel ismét nyerekbe tudott szállni. Balázs fejlesztése más motorversenyzőknek is segített, tavaly az év civil hősének is választották, Nemrég viszont betörtek hozzá és elvitték három karprotézisét, ezzel rettenetes helyzetbe hozva őt. A fejleményekről beszélgetünk. Koleszár Balázsa, jó reggelt kívánok, szervusz Jó reggelt kívánok. Balázs, ugye néhány nappal ezelőtt történt ez a betörés. Te ezt próbáltad jelezni Facebookon, ahogy csak tudtad, segítőknek, támogatóknak, rajongóknak. Mi most a helyzet? Hát most a helyzet, nagyon sok levelet kaptam, igazából mindenki kifejezte együttérzését. Két-három cég is jelentkezett, hál' Istennek, aki, aki esetleg tudna segíteni nekem a, a gyártásba. Ugye itt nekem ez a legnagyobb problémám, hogy ez gyakorlatilag egy öt éves fejlesztés, és egyrészt ugye anyagi vonzata is van a dolognak az újragyártásban, a, viszont a, a legéde, legégetőbb dolog benne az, a, az az, idő, ami, ami alatt elkészül egy ilyen protézis, ugye nagyon speciális alkatrészekből áll, és ugye hát most kezdődik a, a motoros szezon, és ez ezért nagyon kellemetlen. a te szeméről. versenyzésedben ez elég komoly, nem hogy hetekbe, akár hónapokban is mérhető hátrányt, mert hát meg kiesést Tehát a, az első, első verseny, ami hivatalos, az, az május 1 van, de hát ugye a verseny előtt ö, fel kell készülni, el kell kezdeni edzeni, ami ugye téli szezonban, ameddig talajmenti ö, fagyok nincsenek, addig, addig lehet off-roadon edzeni, de hát ugye most azért elég nagy hidegek voltak, ilyenkor, ilyenkor a, a, a száraz edzést tudom csinálni, ugye úszás, futás, de ez főleg erőn léti, tehát ö, ezt tudom most-most csinálni, ö, de hát ahogy, ahogy jön a jó idő, így el lehet kezdeni a, a, az edzéseket, és hát el lehetne, hogyha, hogyha meg lennének a karok. A biztatásokon és a felajánlásokon kívül kaptál-e értelmezhető jelzést arról, hogy ki vihettel, hova vihett el, vissza akarja adni, hiszen mit kezd valaki azzal, ami neked oly fontos, meg ez is, mire használja. Igen, Egyáltalán tehát... miért vitték el szerinted? Én arra gondolok, hogy ugye a, a betörték a hálószobánál az ablakot, és akkor a nyíló, nyílászárót kinyitották, megszólalt ugye a riasztó, és hát a, a, a karonkon kívül a laptop kamerát, különböző elektronikai eszközöket vittek el, és és maga a karok, ezek egy ilyen, um, egy ilyen kameratartó táská, Félében tartottam. Uh, ugye ez be volt csukva, szóval szerintem ami könnyen felkapható volt, ezeket vitték el. Tehát, tehát ez tévedésből, mint technikai eszköz, eszközt, amit lehet, az gyorsan felkapható? Én én Nem, hogy biztos vagyok benne, hogy hogy tévedésből. Ezek ráadásul szétszerelt állapotban voltak uh, akarok, karok, mert uh, egy ilyen elox réteget kaptak, ami gyakorlatilag egy dizájn. És uh, tehát, hogyha ezt valaki kinyitja, akkor ez egy, egy két-három maroknyi alumínium alkatrész, tehát uh, még ha valaki tudja is, hogy hogy néz ki egy ilyen műkar, még akkor is uh, felismerhetetlen. Tehát maradjunk abban, hogy valószínűleg aki ezt ellopta és kinyitotta, fogalma sincs hogy mit lopotta. Így van, és én attól félek, hogy ugye általában ilyenkor az a bevett szokás egy, egy, egy zsebtolvajlásnál is, hogy a, a tárcából ugye kiveszik a pénzt, és utána eldobják. És, és én attól félek, hogy itt látták, hogy ezek használhatatlan dolgok, és egyszerűen valahova csak elszórták, mert ugye ezekkel egyetlen dolgot lehet kezdeni, ugye egy, egy mélytelepen beadják, mint, mint anyag, de hát ugye a fejlesztésnél fő szempont volt, hogy minél könnyebb legyen, ugye a felkarprotéziseknél ez a fő szempont, hogy minél könnyebb a legyen. A mélytelepen meg nem ez a szempont. Így van, tehát ez egy... Ez egy két-három kilónyi certál alumínium, ami, ami, ami tényleg hát ö, egy, egy, egy nagyon kevés összeg, amit ezért lehet kapni, tehát itt pár száz vagy pár ezer forint. Eszesebb is esetleg az internetet, a híreket, az újságokat fűrkész betörő, az esetleg észreveheti, hogy miről van szó, akár még bele is ütközhet, ilyen koszokott az lenne, hogy esetleg jelentkezik két okból, azt mondja, hogy zsiványbecsület, hogy ezt, ezt így nem akartam, tehát nem akartam ilyen kárt okozni senkinek, csak pénzétel tudó szerettem volna elvinni. A másik azt, hogy azt mondja, hogy hát éppen most lehet egy kis pénzt keresni azzal, hogyha jelentkezem azzal, hogy vásárolják vissza. Nincsenek jelentkezők? Sajnos ilyen jellegű megkeresés még nem volt a karral kapcsolatban. Hát én továbbra is bízom benne, hogy, hogy valahogy előkerül, de de hát azon is vagyok elkezdtem már uh, utána nézegetni hogy akkor uh, hogy ezt hogy mind. Um, tehát hogyha kell akkor akkor ugye neki uh, indulok uh, még egyszer legelőről, nem tehetek mást. Um, ez megtorpantani vagy. Uh, tehát mindenképpen folytatni fogom ez egészen biztos. Csak csak hát ugye kérdéses hogy 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 mikor mikor fog ez sikerülni. A tervek minden dokumentáció megvan, tehát igazából gyártani, bármikor lehetne gyártani, hogyha pénz, kapacitás lehetőségére meg lenne, igaz? Igen, tehát a, a tervek megvannak. <coughs> ugye a, tehát a, reprodukálható és előállítható igen, ez, a, igen, ez igen, a, igen, igen, igen. Hát a, a, a laptop ugye eltűnt, főleg azon voltak a, a, <coughs> a, legtöbb anyag, ugye a, a promóciós anyagaim, a, a, a tervek, a, a, a hétköznapi munkámmal kapcsolatos dolgok, tehát ö, az is egy elég nagy veszteség, de de azok igazából sok munkával pótolhatóak, ö, mint ahogyan igazából a, akar is, mert hát ugye a, a tervek megvannak, ö, meg ha nem is lennének meg, ugye ö, egy ilyen hosszú fejlesztés után, ez, ez azért a meg a, a megvan egy, egy összképként, tehát... Ö, tehát ha nagyon kell, akkor, és van egy, egy, egy ügyes tervező, fejlesztő valaki, akkor, akkor, én azt el tudom mondani neki, hogy... az neked ott van a fejedbe. Persze. Elvihetik a laptopokat, de ott a fejedbe, hogy egy van. mit hoztál létre, mert hogy azért ez többé munkája volt ezt kieszelni. Igen, az, igen. Mennyi időbe telne, hogyha minden jól menne ezt újra legyártani? Uh, hát ugye itt uh, és milyen pénzről van szó, ez sem mindegy, mert nem két forint egy ilyet kieszelni, kifejleszteni és megcsinálni. Így van, tehát ugye sokan kérdezték, hogy ö, ö, például a rendőrségen is, hogy ugye ennek mi lehet a, a, az ára, és hát ugye ö, ennek van egy ilyen kábéra belőtt piaci ára, csak hát ugye ebbe az nincs beleszámolva, hogy a hogy az évek során a, a, rohangálás, a telefonok, a belefektetett idő... Hát meg Balázs aranyérmekbe lehet mérni az árat, nem? Igen. Úgy a versenyzéssel együtt Persze. Jel. Figyelni fogjuk a, a, fejleményeket, és remélem, hogy hát az a legjobb, ha előkerülne, de, Igen. de ha nem, akkor meg fejleszteni hogy azért még, még, azért az idén a jó időben, meg nyáron motorra Arra van esély, hogy nyáron motorozza? Um. Nagy optimizmussal? Nagy optimizmussal persze, igen. igen, így, igen. Le, így, legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, ha itt láttam.